A Petőfi Sándor Művelődési Központ és az Európa Kollégium közös produkciójában csendült fel a szerb és magyar himnusz. A tartományi székváros királyi várossá nyilvánításának 272. évfordulójára rendezett ünnepség elején. A városi magyar közösség 19. alkalommal ünnepelt e fontos napon, hiszen a Mária Terézia által adományozott ranggal kezdődött az igazi gazdasági és kulturális fejlődés a városban. A lakosság összetétele az évszázadok alatt folyamatosan változott, de a magyar közösség meghatározó része volt a városnak. A ma 520 ezer lelkes számáló nagyvárosban mintegy 30 ezeren vallják magukat magyarnak, és ez a közösség az összetartásban fejti ki erejét, a tenni és megmaradni akarását. A polgári milliót próbálom szóval átélni, akkor is, amikor fölkérnek, hogy szerepeljek ezeken a rendezvényeken író emberként, és akkor is, amikor látom, hogy meg tud újulni ez a rendezvény. Most is például hát nagy örömmel töltött el, hogy látom, hogy a két kórus mellett most megalakult, hogy az Európa Kollégium kórusa is, úgyhogy itt egészen komoly zenei élet is folyik, de emellett ugye ezen a napon ugye itt van ugye a zene mellett az irodalom, a tánc, a néptánc és így tovább, a hagyománynak az őrzése, illetve ápolása, úgyhogy élvezettel néztem végig ezt a ma esti műsort is. Most nagyon kell készülnünk, hát jövőre ugye Újvidék kulturális főváros is lesz, és hát akkor ugye csak be kell mutatnunk, ugye, hogy mivel dicsekedhetünk, és azt hiszem, hogy van mivel. Mezei Zsuzsanna a Vajdasági Levéltárból vonult nyugdíjba. Mint mondja, a városi változásokat megélte, de igazán csak most tudja élvezni a városi és a közösségi élet varázserejét. Egyrészből jó az, hogy sietünk, hogy fölgyorsult minden, tehát a másik részből nem tudjuk a sietségtől, nem tudjuk élvezni az életet, nem látjuk meg a parkba a virágokat, nem halljuk a madártalt. Én nekem az a szerencsém volt, mikor mentem a munkahelyemre, a Dunaparkon keresztül mentem, és akkor ott mindig lelassítottam az életemet egy kicsikét, akkor egy kicsit élveztem a természetet, mert utána bejött a pörgés, a mozgása. A munka is olyan volt, hogy azt gondolják, hogy egy levéltáros odaül az asztal mellé, és akkor csak olvasgat meg minden. Hát én úgy alakítottam ki a munkahelyemet és a tevékenységemet, hogy én egész nap tevékenykedtem, mozogtam. 18 éves volt, amikor ide kerültem, itt születtek a gyerekeim, itt élünk, itt van a házunk, minden, de van Bánátban is házunk. És most ez éppen most abban a dilémában vagyok, hogy ha visszavonuljak-e falura, vagy maradjak városba, de valahogy egy kicsit jobban húz a város, mert itt vannak a gyerekek, meg itt több a lehetőség. A városban több olyan civil szervezet és egyesület is működik, akik a hagyományápolás mellett a kulturális életet is gazdagítják. A több mint 20 éves Kapisztrán kórus eredményeivel a határon túlra is elvitte a város hírnevét. Beszédes Margit Karnagy büszke arra, hogy a tartományi székvárosban dolgozhat kimagasló tehetségű fiatalokkal. Nagyon is büszke vagyok rá, és nagyon boldog vagyok ez miatt, mert benne vagyok a kultúréletben, Újvidékében is, és távolabb is, és mindig a fiatalok között nagyon jó, és jó érzem magam velük. Ez a mai műsor is azt mutatja, hogy milyen jó úton haladnak, és mindenhez nagyon jó vezetők kellenek, és ami engem illet nagy dicséret éri, vagy illeti ezeket a vezetőket, akik már a fiatalok maguktól nem mennének. Hogyha nem lenne jó kézben, nem lennének jó kézben, akik irányítsák őket, és ez a nagy örömöm, és talán a reményem is, hogy ez így fog folytatódni. Ön szerint mire lenne még szükség ahhoz, hogy még jobban összetartson az újvidéki magyarság? Hát én amennyire látom, elég jól úton haladnak, és ismételném azt, hogy a fiatalokat vezetni kell, és hogyha vezetjük őket szép szóval és szeretettel, akkor ők mennek, és a jó felé, mert a minden emberben benne van a jó, és igyekeznek a jó után menni, és ez látszik mostan, a mai műsorban is ez látszott.
A műsorban fellépett a Vajdasági Magyar Népművészeti és Közművelődési Központ Manók Gyermektánc Együttese, a romániai mezőberkenyei Kincsású Tánc Együttes, továbbá Mozetics Adrián operaének szakos egyetemista és az Európa Kollégium tánccsoportja. Az est fénypontja az Újvidéki Magyar Kiválóság díj átadása volt. Gondoltam, megpróbálok ilyen regényt is írni, mert ugyebár sok ilyen regényt is olvastam akkor. Először megpróbálkozott verseket írni, volt külön füzetje, amiben verseket írt. A gyerekeknek az a probléma, hogy jaj, egy oldalt elpírni. A Tibor néha írt 10 oldalokat is. Míg elemista volt, megírta az első kis könyvét. Egy játékhajóról szólt, 7-8 éves voltam. Ötödikben tanár észrevette, hogy nagyon jó vagyok magyarból, és mondta, hogy kezdjek el versenyre járni, és akkor onnan kezdődött az egész, tehát minden évben mentem versenyre. Az első nagy tornát 9 évesen nyertem meg, a szerb bajnokságot. 3 évvel idősebbek voltak a játékosok, és én voltam ott a legfiatalabb. Tehetségem meg volt, akarata meg volt, fegyelem az meg volt. 13 évesen hirtelen lefogytam, először behívtak a válogatottba, 13 évesen második helyzetet nyertünk a világbajnokságon. Az első nagyon nagy tornánk a Baku volt, Baku aranyérem. 15 évesen kerültem be az első csapatba, a Vojvodinába. 2 naponta járt, volt úgy, hogy álmosan ment a suliba, házi olvasmányokat a buszokba olvasta, úgyhogy ne csinál. A város magyar közösségének egyik fontos eleme az Európa Kollégium, amely idén ünnepli fennállásának 5. évfordulóját. Az alkalmazottak és a bentlakók között kialakult együttműködés csak megerősíti a magyar közösség érvényesülését. Örültünk, hogy a mai rendezvényen, Újvidék Városnapi rendezvényen, és elfogadták a felajánlásunkat, hogy az Európa Kollégium néptánc csoportja képviselje ugye az intézményt, és hogy részt vegyen ezen a csodálatos ünnepségen. Ugye az elmúlt 4 évünk bebizonyította azt, hogy nem csak a vajdasági magyar közösség szempontjából, hanem magában Újvidék Város szempontjából is ez az intézmény egy nagyon fontos intézmény a vajdasági magyar közösség szempontjából. Létfontosságú, és hogy igazából bebizonyította azt, hogy megérte harcolni érte, megérte egyáltalán megálmodni ezt az intézményt, a mi feladatunk pedig az, hogy megtartsuk ezt az erőt, hogy lelket adjunk a diákjainknak, kollégistáinknak, és hogy tovább folytassák, és hogy itthon maradjanak, itthon tanuljanak tovább az újvidéki vagy a vajdasági felsőoktatási intézményekben. A kollégium szempontjából az a fontos, hogy Újvidék önmagában a régió egyik legnagyobb egyetemi városa, úgyhogy valóban bármelyik szakra szeretnének iratkozni a fiatalok, akkor itt megtalálják azokat a karokat, ahol tovább szeretnének tanulni, és ilyen szempontból is lényeges a kollégiumnak a létjogosultsága, hogy itt egy olyan bázis tud alakítani, ahol ugye a szállást is biztosítja számukra, de ugyanakkor különböző közösségi programokat is tudunk alakítani, és egy közösséget tudunk kialakítani velük együtt. Újvidék és Pécs között több mint 10 éves az együttműködés, és számos hasonlóság van a két város között. A mi városunkban is 11 nemzetiségi önkormányzat tevékenykedik, ami azt jelenti, hogy 11 nemzetiség jegyzi magát Pécset, és őrzi a kultúráját, és él együtt velünk. A mi városunknak a szabad királyi alapító levelét is Mária Terézia adta át, és azóta vagyunk büszke kereskedők és bortermelők, úgyhogy valóban nagyon sok a hasonlóság a két város között. Én magam sem először járok itt, mert rendszeresen látogatjuk egymás rendezvényeit. Most engedjék meg, hogy egy kicsit a magyar kultúráról és a magyar nyelvről szóljak. Én eredeti végzettségem szerint magyar történelem szakos tanár vagyok, és nagyon jól tudom, hogy még magyar nyelvi környezetben is milyen nehéz
a magyar nyelvnek a míves művelése, és hogy milyen nehéz a magyar kultúrának a szinten tartása. El tudom képzelni, hogy nyelvi kisebbségben a nyelvnek az ápolása és a kultúrának az ápolása is százszor nagyobb nehézséget jelent, mint odahazai környezetben. Én gratulálok Önöknek, hogy 20 éve ilyen magas szinten őrzik a magyar közösséget ebben a városban, és hogy igyekeznek ápolni nyelvünket és kultúránkat. Sok sikert kívánok az elkövetkezendő században is ehhez. Milos Vucevic újvidék polgármestere arra mutatott rá, hogy nem a hovatartozás, hanem az összefogás építi mind a kis, mind a nagy közösséget, és erősíti a multikulturalizmust. Ja verujem da zajedništvo jedna neraskidiva nit koja prožima Novi Sad i da to tako traje decenijama, da to tako traje vekovima. I bez obzira da li ste Mikloš ili Miloš, da li ste Zoran ili Zolika, da li ste Stevan ili Ištvan, živite u istom gradu, hoćete da vaša deca ili unuci ostanu ovde, hoćete da imaju bezbedne ulice, hoćete da imate dobre škole, da su deca upisana u obdaništa, da imamo nove mostove preko Dunava, da se radujemo novim pobedama Novog Sada. Tu nema nikakve razlike, niti sme da bude razlike. A i sve naše razlike treba da budu naše prednosti. Sve to što nas čini posebnim treba da predstavlja jednu lepu sliku Novog Sada. Vicsek Anna Mária, a Vajdasági Magyar Szövetség újvidéki városi szervezetének elnöke, három pillérre és érzésre támaszkodva köszöntötte az egybegyűlteket, majd kifejtette, hogy a fiatal felnövő generációba vetett hit, valamint az összefogás és az ő támogatásuk mindennél fontosabb, mert ez erősíti meg a közösséget. Ezt szerettük volna pontosan bemutatni ezzel a műsorral is, hiszen a legkisebbekkel, a legfiatalabbakkal kezdtük, és az Európa Kollégium pedig a legvégén ugye a tánccsoportjával lépett fel, tehát mint egy átkarolva, körbekarolva az összes korosztályt, és ami külön büszkeségünk volt, az az ideiglenesen kialakított rendhagyó kórus, ami a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központnak a kórus, illetve az Európa Kollégiumnak a kórusából állt össze külön erre az alkalomra, de azt hiszem, hogy megtartjuk őket, mert nagyon-nagyon tetszett a produkciójuk, és hát ők is úgy érezték magukat a felkészülés alatt is, hogy azt hiszem, hogy ennek a közös fellépésnek lesz majd még jövője. Ami rendhagyó, az a két díjazott, a két díj. Honnan az ötlet, és ez milyen példát tud mutatni a jelenlevő fiataloknak, tevékenykedőknek, hogy bizony csak előre, és a cél az előttünk áll. Az az érzés, ami elöntötte a lelkemet, úgymond, amikor követtem ezeknek a fiatal gyerekeknek a pályafutását és a sikereit, tehát az a büszkeség, ami eltöltött, ezt szerettem volna megosztani a többiekkel is, hogy halljanak róluk, hiszen mindketten nagyon-nagyon szerények, és azon kívül, hogy a Facebookon meg egyéb társas médiákon hallhatunk róluk, nem nagyon csaptak nagy hangot nekik, illetve a hírnevüknek, és ez volt a célunk, hogy bemutassuk őket a városnak, illetve, hogy éreztessük velük is, hogy mi büszkék vagyunk rájuk, és éppen azért vagyunk rájuk büszkék, mert itt ebben a több nemzetiségű városban ők nem feltétlenül ugye csak a magyarságukkal, de magyarként, és Krisztián például ugye egyetlen magyarként a szerbiai válogatottban, ez egy óriási dolog szerintem, és Hipik Tibor pedig az írás készségével, illetve a verbális megnyilvánulásával azt hiszem, hogy egy olyan kincs a számunkra, amiből nem sok van, hiszen a fiatalok pláne ebben az életkorban nem nagyon foglalkoznak ilyesmivel, és az, amit ő ötvöz, tehát az írás, meg ez a mesevilág, meg a számítógépes világ, meg a számítógépes játékoknak a világa, ez azt hiszem, hogy a többi fiatalnak is majd érdekes lesz, és hát az a
az a jutalom, amit mi ugye az oklevél mellett adtunk nekik, ez egy valószínűleg segítség lesz nekik a további karrierjük építésében, viszont azt hiszem, hogy tehát nincs az a köszönet, nincs az a szó, ami kifejezi a büszkeségünket, meg a hálát, amiért az újvidéki magyarságnak a hírnevét öregbítik, úgymond. Az Újvidék 272. évfordulójára rendezett ünnepséget jelenlétével több magasrangú vendég is megtisztelte.